A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete, valamint a Magyar Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara szervezésében agrárfórumot tartottak Szekszárdon. A szakmai programon többek között előadóként részt vett Fórien Zoltán vezető agrárszakértő, aki kiemelte, hogy a nem mindennapi kihívások miatt rendkívüli teljesítményre van szükség az agráriumban. Én már több mint 30 éve foglalkozom az agrárpiacok elemzésével, és hozzátehetem, hogy ez alatt a hosszú idő alatt nem volt ennyire bonyolult helyzet az agráriumban, mint amit most élünk. Gyakorlatilag egy sor olyan tényező együttes hatását érzékeljük, amelyek kirángatták abból a elég mély nyombájúból a magyar mezőgazdaságot, amikbe évtizedek óta megy. A szakértő hozzátette, a koronavírus járvány jelentette nehézségek után az orosz-ukrán háború következményeivel és az energiaválsággal is meg kell küzdeniük. Egészen más jövedelmezőségi viszonyok közé kerültek, mint voltak az előző években, évtizedekben, és most azért vagyunk itt is Szekszárdon egy agrárfórumon, mert meg kell találnunk azokat az új utakat, ahol új szerkezetben új jövedelmezőségi szinteket tudunk a mezőgazdaság számára találni, ugyanis a kilátások, meg kell mondjam, nem rózsásak. Itt is arról fogok beszélni a gazdáknak, hogy a 2024-ben bizony nem nagyon számíthatunk az alapnövények árainak emelkedésére. A fogyasztói árak emelkedése és az, hogy az élelmiszeripari átadási áremelkedés mennyire fedezi majd az ipar és a termelők költségnövekvényét, még kérdéses.